Istelekváros polgármesterét, Nagy Sándort kérdeztük a településen történt fejlesztésekről és beruházásokról. Az elmúlt időszakban történt beruházásokról, fejlesztésekről kérdezzük Istelekváros polgármesterét, Nagy Sándort. Köszöntöm Önt, mik voltak ezek a településen? Én is köszönöm szépen a kérdést, és köszöntöm valamennyi nézőnket. Nagyon nehéz úgy összefoglalni, hogy éppen most mi történt. Inkább azt mondom, hogy van egy olyan folyamat a városunkban, remélem már nem az első éve, hogy egy picit abba az irányba fejlődünk, hogy valóban városnak nézzünk ki, és városi embernek érezzük magunkat. Sokat bírált 4 fő utcának a rendezése még a zöldváros rehabilitáció kapcsán. Azért most már lehet látni, hogy az útszéleken normális parkolók vannak, szép járda, szép beálló, és egyébként egyre többen talán gazdái is ennek az előttük lévő résznek. Nem biztos, hogy a polgármesternek kell egyébként a jövőben is a házak előtt sokszor a gazt kiszedni az adott kertekből. Én ezt köszönöm. De mégis ilyenkor már mindig nem azzal foglalkozunk, ami már megtörtént, hanem az, ami egyébként most körbevesz bennünket. Ha most kellene a mostani időszakról beszélni, mégis legjobban a Mindenszentek és annak környezete érintett meg bennünket. Azt gondolom, bármilyen izmosak is vagyunk, a temetőben lévő személyes életünk az ilyenkor mégiscsak jobban megérint mindannyiunkat. És ezzel párhuzamosan, amikor leginkább a hozzánk látogató vagy visszajövő, de már nem itt élő ember mond véleményt ezen környezetről, akkor hadd mondjam ki, hogy nem biztos, hogy fejlesztésnek tekintem. De a sok év alatt rendezett temetőnk, emlékszem, mikor ide kerültem még 98-ba, és szerintem nagyon sokan emlékeznek arra, hogy akkor milyen állapotok voltak, és most már azért elértünk egy olyat, kegyeleti parkkal, régi temetőrendezéssel, és egyébként most a kerítés és ahhoz kapcsolódó felújításokkal, hogy érdekes módon majdnem, hogy büszkébb vagyok erre, mint mondjuk a zöldváros rehabilitációra. Mert ez mindenkit megérint, ezt mindenki megérti. És én jó magam építészként szoktam azt a véleményemet hangsúlyozni, hogy elmegyek egy településre, nagyon sokszor megnézem a temetőt, és úgy mondok a településről véleményt. Úgyhogy ebben az időszakban nyilván ez érint meg legjobban bennünket, és azt gondolom, hogy itt a köszönetnek az ideje, mikor egyébként akár Léva Jancséknak, akár mindannak a szorgos kéznek, aki egyébként tett azért, hogy így nézzen ki, így tiszteljük meg múltunkat és hozzátartozóinkat, akkor azt gondolom, méltóképpen jár a köszönet. Ezzel párhuzamosan nyilván folyik a mindennapi élet. Azt is lehet látni, hogy az ódában, arrott a városnak az északi részén megint kinőtt egy házikó. Újabb olyan foglalkoztatót hozunk létre, ami hál' Istennek szerintem egy csoda, hogy 8 gyerek lehet egy csoportba, és a 8 gyerek mellett lehet 2 szakképzett pedagógus és egy dada. Ilyen, szoktam mondani, a világon nincs, vagy nem volt régebben. Biztos tudna mesélni Kunstárné Irénke, meg a régi Amálka néni és régi idősebbek, hogy hány gyerek járt régebben egy csoportba. Én azt mondom, hál' Istennek a mostani családtámogató kormányzati felfogás az fontosnak tartja azt, hogy a becsöppenő 2 éves kisgyerek, aki még nem igazi óvodás, mert nem töltötte még be 3-at, de már nagy bölcsödés, hál' Istennek vannak ilyen lehetőségeink, és ha minden igaz, akkor ez most novemberben elkészül, és ha minden igaz, akkor azok a jelentkezők, akik már jelezték, hogy szeretnének ide majd járni, újból megtelik ez is élettel. De azt is lehet látni egyébként, hogy itt ki kellett cserélnünk például menet közben, most fejeződött be a közösségi házunknak a teteje. Nagyon érdekes az a fajta hótfarkú cserép, ami ezen rajta volt, papírja szerint tudja ezt a hajlásszöget. Viszont az elmohásodása, elhomokosodása kapcsán a fiatal tető is több helyen tapasztaltunk beázásokat. És nem volt más lehetőség,
egy olyan héjazat cserét, úgy hívjuk, ezt kellett végrehajtanunk, ami gyakorlatilag biztonságossá tehette ezt a dolgot. Lehetett látni ott állványokat, lehetett látni egyébként mindenféléket. Azt is lehet majd most látni a napokban, hogy például itt a főtér mellett, a busz megálló mögött elkezdenek gépek dolgozni, földet hordanak el, úgy hívjuk, hogy tükröt készítenek egy nagy betonplachoz, amire majd megérkezik a műjégpálya. Életteret válok ettől, azt várom, hogy olyan újabb lehetőség megnyílik a mi kis városunkban, ahol egyébként remélhetőleg leginkább gyerekeink még jobban érzik magukat. Ezt szoktam mondani, hogy sok mindent megcsináltunk, és nyilván lehet érheti kritika. Persze én se vagyok mindennel elégedett. De most már egyre inkább törekszünk arra is, hogy hozzuk létre azokat az apró pluszokat, amitől egyébként valamiért jobban érezzük magunkat. Mondok egy példát. Keresem a pályázatot, hogy mi is vegyünk egy ilyen tuk-tuk vonatot, ahol egyébként augusztus 20-án vagy a gasztrón a gyerekeink, sok esetben szülővel, mehettek, nem nagy csoda. Elmentek a Molkuttól, gimnáziumig, de egyfajta élmény, egyfajta újabb elem. Megvan az árajánlat, keresem a pályázatot, és ha találunk, akkor egyébként mi is szeretnénk ilyet. Milyen jó lenne a vasútállomásról? Néha kimenne opusztaszerre egy-egy csoporttal egy ilyen kis tuk-tuk vonat. Milyen jó lenne, hogy pénteken az északi városrészből, csütörtökön meg a másik városrészbe esetleg, aki akarja, a gyerekét ezzel hozhatja be az óvodába, vagy az alsó tagzatra. Tehát ilyen ez a műjégpálya is, ahol egyébként újabb olyan szolgáltatások jöhetnek létre, ami elsősorban ebbe a téli, kicsit bitangabb időjárásba mégis egyfajta találkozási pontot hoz létre, gyereknek is, meg szülőnek is. Én egyébként, ha a lányomat kihozom, lehet, hogy jó szívvel megiszok Burditól egy jó foár vörös, vagy éppen fehér forralt bort, vagy egy jó teát, egy picit beszélgetünk, újabb találkozási pont jön létre. Úgyhogy elsősorban ezek a kiemeltek. De ugyanakkor azt is kell mondani, hogy szükségünk van olyan jellegű dolgokra, mint például van egy nagyon pici, már megnyertes útépítéses programunk. 20 milliós támogatást tudtunk szerezni. Útépítésnek, aki jártas, az ma már nagyon bitangára van az aszfaltnak. De, ha minden igaz, meg tud újulni a Jókai utcának, az a kis Jókai utca eleje, keresztes Nagy Antal utca, Széchenyi utca, volt piactér, annak a két kis ága és végig a gőzmalomig, illetve kint a külső kis szociális otthonunknál, a Nyárfa utcának az a szintén vékony szakasza. Nem sok, de ez is már egy lépés. További 6-8 utca van egy pályázatra beadva, nagyon-nagyon merem remélni, hogy az megújul. Nyilván érdemlegesen szerintem akkor lenne jó erről beszélni, hogyha már megkaptuk erre a zöld lámpát. Ugyanakkor készülünk a térre, látjuk azt, hogy itt az útépítések kapcsán azok a kátyuk, amik kialakultak itt az elmúlt évben, ilyenkor ősszel mindig megpróbáljuk rendbe rakni. A lakosok majd látni fogják, hogy itt-ott egy-egy utcába megjelennek azok az emberek, akik ezt a munkát elvégzik. Ez is nyilvánvaló azért van, egyrészt tovább ne romoljon, és a másik meg biztonságosabban tudjunk közlekedni. És ezzel párhuzamosan most például holnap megyek arra az egyeztetésre, ahol az úgynevezett jövő, amit már készítünk elő, és ebben mindenkinek a véleménye egyezik abban, hogy az egyik legkiemeltebb következő beruházásunk legyen. Hát, hogy most ezt volt strandnak nevezem, és annak a rehabilitációja, vagy egy olyan helyre, ahol lesz 1 kilométeres kis futópálya, aki ki akar járni kocogni, vagy olyan hely lesz, ahol a termálvíz szintén kimegy, és ott kialakul egy véleményem szerint 8-9 hónapig nyitva tartó, nevezzük strandnak, ami alapjában fedhető, és a környezetében olyan jóléti dolog, ami tavat jelent, egy jó kis tóparti sörözőt, vagy éppen egy görkori pályát, vagy éppen bármilyen szabadidő eltöltéshez alkalmas, idézőjelbe tevékenységet. Ezeket készítjük elő, és nyilvánvaló, annak reményében, hogy megint egy olyan 5 éves időszak áll elő, hát ezek a pályázatok
hétből öt nagyjából, mikor ezek így folyamatosan az önkormányzatok számára elérhetővé válnak, azon dolgozunk, hogy minél több olyan dolgot idehozhassunk, amit önök is, ti is, én is jobban szeretünk itt élni. Halloween edzést tartott a Kisteleki Hétkerék Egyesület. Csala Nikolettet kérdeztük a részletekről. Halloween edzést tart a Hétkerék Egyesület, erről kérdezzük az Egyesület edzőjét, Csala Nikolettet. Köszöntelek, mióta is tartotok ilyen edzéseket Halloween alkalmából az Egyesületben? Hát az ilyen jellegű edzéseket, mint ami most ti is itt vagytok, ez igazából tavaly volt az első, hogy itt a csarnokba tartottuk. Ugye két éve vagyunk ebben a csarnokban, illetve edzünk ebben a csarnokban, ami nagyon jó, mert azért, hogy fedél van a fejünk fölött a téli időszakban, ez azért nekünk nagy segítség. Korábban is megünnepeltük a Halloween-t a magunk módján, akkor úgy csináltuk, az nyilván olyan szempontból egy kicsit különlegesebb volt, hogy igaz, hogy a kicsik kimaradtak belőle, mert a nagyokkal Kistelek utcáit járva a szülőkhöz, nagyszülőkhöz csengettünk be, ugye egy kis édességért vagy csokiért szavaltak a gyerekek, viszont azért az időjárástól nagyban függött ez a program, mert nyilván a hideg meg a tél közelettével azért két-három órát korizni így a sötét utcákon azért nem annyira jó és komfortos, illetve sajnos a legkisebbek ebből a programból így kimaradtak, mert azért ők nem bírták azt, hogy órákon keresztül abban a tempóban a nagyokkal tartsák a tempót, illetve az iramot, úgyhogy átszoktunk erre, tavaly már itt tartottuk. Ez egy ilyen játékos, vetélkedős, hát edzésnek nem mondanám, mert azért az keményebb szokott lenni, de azért itt a kicsik, ez egy jó lehetőség arra, hogy a kicsik meg a nagyok úgy találkozzanak, mert ugye alapvetően ők külön edzenek, nem is, van, aki nem is ismeri a kicsik közül, illetve a nagyok közül a másikat, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy itt egy kicsit összecsiszolódjon a banda csapatépítés szempontjából is. Mit tapasztalsz a gyerekeken, mennyire élvezik az ilyen típusú megmozdulásaitokat? Hát szerintem nagyon, ugye a Mikulás, a Halloween, a farsang, talán ezek azok az alkalmak, amikor így kicsit szabadjára vannak engedve, hogy így fogalmazzak, és akkor kiélhetik itt magukat, meg játszhatnak, meg tényleg szágódozhatnak kedvükre. Én azt veszem észre, hogy azért szerintem itt a jelmezeken is látszik, hogy nem csak a gyerekek, hanem a szülők is nagyon komolyan veszik nálam, amikor ki van írva, hogy jelmez kötelező. Sajnos én most így rohanásban voltam, úgyhogy nem tudtam beöltözni, de én is beszoktam öltözni, de a mai nap edzőként vagyok jelen, mint beöltözve, úgyhogy nagyon szokták élvezni a kicsik pláne, de azért itt láthattunk korábban, meg itt vannak a nagyok is, hogy azért nagyon komoly, hát azt kell mondanom, hogy órás előkészületeket igényel egy-egy jelmeznek az elkészítése, úgyhogy ez mindig egy ilyen fénypont az évben, amikor itt a Halloween. Most egy hosszabb szünet volt az Egyesületnél, hogyan folytatódik az év vége, és mik várhatóak a jövő évben? Igen, ugye október közepén volt az utolsó versenyünk Budapesten, a Kampóna Kupa. Ott letettük a versenyzést erre az évre, illetve most a fél éves alapozási időszak következik. Reméljük, hogy minden úgy engedi, hogy tavasztól majd újra tudjuk kezdeni a versenyeket is rendes ütembe. Nem úgy, mint az elmúlt két évben, bár ebbe az évben már azért jóval több versenyen tudtunk részt venni, mint tavaly, úgyhogy ennek azért nagyon örülünk. Két hét szünetet kaptak utána a gyerekek, egy kicsit lazítsanak, kicsit koncentráljanak talán a tanulásra. Nyilván ez egybe szokott esni most is így az őszi szünettel, és akkor tényleg egy ilyen teljes kikapcsolódást kapnak, mert azért valljuk be, hogy heti többszöri, sőt 4-5 edzéssel végigcsinálták az egész évet, illetve az egész versenyszezont a táborokkal, versenyekkel, külföldi versenyekkel, mindennel együtt, úgyhogy azért megérdemlik a pihenést. Nyilván kell is nekik, úgyhogy most jövő héttől, novembertől kezdjük újra egy fokozatos felépítésbe az alapozást, és akkor igazából januári tervezette, hogyha meg lesz majd az éves versenytervezet, akkor pedig szépen fölépítve elkezdik újra a 2022-es szezont. Kosárlabda tornát rendeztek Molnár Péter emlékére a Kistelki Sportcsarnokban. A szervezőt, Lazány Etelkát kérdeztük a részletekről. Thank you.
kosárlabdatornát rendeztek idén Molnár Péter emlékére. Erről kérdezzük Lazány Etelkát, a torna szervezőjét. Köszöntöm Önt, mit is tudhatunk erről a rendezvényről? Hát évek óta megrendezzük ezt a tornát, ezt a városi kosárlabda tornát, és a Peti az oszlopos tag volt mindig, régebben együtt kosárlabdáztunk, és azért gondoltam, hogy mivel most Peti nem tud részt venni rajta, ezért az ő emlékére rendezzük meg ezt a tornát, ezért is alakítottuk ki ezt a kis emlékhelyet, hogy mindenki megfelelőképpen meg tudjon emlékezni rólam. Nagyon hiányzik nekünk, Peti a tornáló is nagyon hiányzott a kosárlabda életbe. Benne volt Kisteleken, úgyhogy ezek után Molnár Péter kosárlabda tornának szeretnénk majd nevezni ezt a tornát. Egy évben egyszer vagy kétszer szoktuk megrendezni, attól függ, hogy jön ki a lépés. Most ugye a vírus miatt nem volt tavaly, és most nagyon örülünk, hogy meg tudtuk rendezni, csak ez egy kicsi árnyékot vetett rá, hogy a Peti nem tudott itt lenni velünk. Ugye gyűjtést is szerveztek ezen a tornán a fiának. Erről mit tudhatunk? Igen, hát a Danit próbáljuk, a Molnár Danit, a fiát próbáljuk támogatni rendezvényeken való gyűjtéssel, meg egy alapítványt is szeretnénk majd létrehozni a Peti nevére, hogy a tanulmányaiban próbáljuk segíteni a Danit, ha már ilyen nagy veszteség érte. Hány csapat vett részt ezen a tornán, és milyen eredmények születtek végül? Ezen a tornán 4 csapat vett részt, általában ennyien is szoktunk lenni, legfeljebb 5 csapatos a torna, de inkább 4. Játékvezető nélkül szoktak zajlani ezek a tornák a fair play szellemében a meccsek, tehát mindenki bemondja, ha fautó szabálytalanságokat bemondjuk, általában ebből nem szokott probléma lenni. Az első helyezést most a Lunka Fan Club szerezte meg, a második lett a Dream Team, a harmadik a Alföldi Hegyi Menők csapata, és a negyedik a Sasa nevű csapat. A legtöbb kosarat, a legtöbb pontot Jenei Norbert szerezte, és a legtechnikásabb játékos a szavazatok alapján Szilvi Renzó lett. Milyen volt a hangulat a tornán? Hogyan is zajlott ez? Hát ugye szomorúan nyitottam meg a tornát, mert Peti halálára, vagy Petire emlékeztünk, és egy perces csöndben megemlékeztünk róla. Ezen kívül meghívtam az édesanyját, a testvérét, és a fiát is, hogy tekintsék meg a tornát. Nyilván rányomta a bélyegét az, hogy Peti nem lehet köztünk, de azért a játék szépsége, illetve a játék szeretete azért jó hangulatot teremtett tulajdonképpen a tornán. Informatika versennyel emlékeznek a jövőben Molnár Péterre, amelyet régebben mindig ő rendezett. Erről mit tudhatunk, hogyan is fog ez működni? Hát a Kisteleki gimnáziumban minden évben tavasszal a Peti rendezette egy országos informatikai versenyt, és ezt a hagyományt szeretnénk folytatni. Petinek a volt tanítványaival, illetve a mostani informatika tanárok segítségével, alapítványi segítséggel próbáljuk majd megszervezni ezt a versenyt, mert én mindenképpen szeretném, hogyha ez a hagyomány nem szakadna meg Peti halálával.